A videó a Grund és a tebulit.com a parti specialista támogatásával készült. Na és akkor most jön a második témánk, mindjárt hívjuk Wagner Gábort és Wagner Ádámot. Ugye ők azok, akik perlik az MLS-t, mi pedig az ügyben, hogy ők jelentkeztek a Pro licences képzésre, ahol nem nyertek felvételt, viszont ennek a történésnek nem csak annyi az oka, hogy hát nem feleltek meg, és a többi, hanem ennek szeretnék utána menni konkrétan az okainak, hogy miért nem feleltek meg, és igazából nem kaptak semmilyen magyarázatot, semmilyen indoklást ezzel kapcsolatban, úgyhogy ők ezt az egyetlen egy kilátást látták maguknak, hogy tényleg perre iszik a dolgot. Meglátjuk, hogy most innentől akkor kell-e majd nekik tartaniuk, precedensértékű lesz ez a dolog, hoz-e bármilyen változást ez náluk. Nem tudom, hogy itt vannak-e már a vonalban, ezt Józsi fogja kommentálni mindannyiunk kérdését, és reméljük, hogy itt vannak már a vonalban. Józsi. Hát, igen, itt vannak már a vonalban, úgyhogy át is adom nekik a szót a köszönés erejéig, aztán pedig özönleni fognak a kérdéseink. Sziasztok, köszönjük, kívánok mindenkinek, én Wagner Gábor vagyok, és itt ömelett a testvérem is. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Nem tudom, hogy lehet-e hallani normálisan, ez a debütálása ennek a technikának. Szuper volt. Oké. Okay. Tökéletes a hangerő, a hangminőség, úgyhogy. Akkor kérdezd meg Józsi a srácoktól, hogy honnan indult a történet, most jelenleg hol tartanak, ugye azt láttuk írva az ő Facebook oldalukon, hogy ügyvédet keresnek, milyen úton pereskednek, a FIFA-nál jelentik-e fel, vagy polgári peres eljáráson keresztül próbálnak úgymond maguknak igazat nyerni. Tehát a Dávid azt kérdezte tőletek, hogy mondjátok el elejétől a sztorit, próbáljátok meg egy kicsit rövidebbre fogni, és hogy milyen jogi utat fogtok bejárni, polgári, munkaügyi, vagy milyen jogorvoslatra vagytok rászorulva ezzel kapcsolatban. Tiétek a szó. Jó, rendben. Először én azt szeretném kezdeni, hogy egy picit szeretném képbehozni a hallgatókat ezzel az egész edzőképzéssel kapcsolatban, mert ugye ez egy azért elég kacifántos és bonyolult ügy, most ennek mi így a közepében vagyunk. Az a lényeg, hogy ugye Magyarországon az edzőképzés az ilyen egymásra épülő szintek, ről szól, ami azt jelenti, hogy legelőször, hogyha valaki edző szeretne lenni, akkor a Magyar Labdarúgó Szövetség úgynevezett MLS Grassroots C licencét kell elvégeznie. Utána következik a következő szint, az pedig az UEFA B licenc, a B szó a basic szóra utal, alapokra. Utána jön az UEFA A licenc, hát az a következő lépcső, az A szó az advanced szóra utal, és ez már ugye a felnőtt labdarúgáshoz, az amatőr felnőtt labdarúgáshoz kapcsolatos papír, tehát ez már arról szól. És ezután következik a negyedik szint, ez az úgynevezett UEFA Pro License, a Pro Diploma, a Pro szó a Professional szóra utal. Ezzel lehet jelenleg ma Magyarországon NB1-ben valaki vezetőedző, illetve most már NB2-ben is, ettől a szezontól kezdve. És ugye mi 18 éves korunktól kezdve edzők vagyunk, mi körülbelül akkor szereztük meg az első szintet, tehát akkor még egyébként nem MLS Grassroots C-licensznek, hanem MLS D-licensznek hívták, és így lépegettünk előre, még amikor Vicskei Bertalan volt az edzőképzésnek a vezetője, ez ugye a Kisteleki István elnökségének az idején volt, mi abban az időben tudtuk elvégezni az UEFA B, majd az UEFA A tanfolyamot is, és ugye ezen kívül mi még úgynevezett a TFN, a Pestalozsi Egyetemen egy ilyen OK-i és labdarúgó sportedzői végzettséget szereztünk, de csak azért, mert volt egy időszak, erre talán kevesen emlékeznek, hogy, és akkor itt most már a lényeg fog következni, hogy ezek a diplomák, ezek az UEFA diplomák, tehát amit ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség és az UEFA közösen ad ki, ezek Magyarországon nem államilag elismert diplomák. Viszont van egy sporttörvény, egy 2004-es sporttörvény, ami azt mondja ki, hogy ma Magyarországon bármilyen sportágban, tehát legyen az akár kézlabda, vagy asztali tenisz, vagy úszás, csak olyan edző végezhet, vagy sportoktatói, vagy sportedzői tevékenységet, aki államilag elismert diploma birtokában van. És volt egy időszak, amikor az összes már prolicenses és alicenses edző, és ugye például minket is, egy ilyen úgynevezett gyorsított
OK és labdarúgó sportedzői tanfolyamra elküldtek a TF-re. Egyébként ezen a tanfolyamon velünk ott volt például, csak mondok pár nevet, Pisont István, Mésző Géza, Urbány István, tehát mi velük együtt voltunk ott, és ezt nekik is meg kellett szerezni, mert különben nem működhettek volna tovább a magyar törvények következtében. Na, de akkor most visszatérek a mi helyzetünkre. Összességében talán most már, hogy mindenki érti ezt a képet, hogy hogy épül fel ez az edzőképzés, és mivel hát ugye most mi 32 évesek leszünk márciusban, tehát már nem vagyunk annyira fiatalok, nyilván edzőként még mindig fiatalnak számítunk, de hát azért mi 18 éves korunkot edzősködünk, csak ugye néhány klubot mondanék, ugye dolgoztunk mi, ugye a Vasasnak a Pasaréti bázis, amikor megalakult 2005-ben, Diósgyőrben az U16-os és az U9-es csapatnak voltunk az edzői, emellett az Ádám, az ikertestvérem, tehát megye egyben, vagy klassz egyben, Budapest bajnokság első osztályában a gázművek, az NB3-ból kiesett gázműveket kezdtük, ott kezdtem voltunk, és az Ádám később a klassz egyes folyázese edzője is volt, tehát hogy nekünk azért van edzői múltunk, hát ezek ugye amatőr felnőtt csapatok voltak, és az a lényeg, hogy mi szerettünk volna a következő szintre lépni, ami az UEFA Pro diplomának a szintje. És az az igazság, hogy mi nem először, hanem mi hivatalosan másodszor voltunk most egy prolicenszes felvételén, méghozzá tavaly júliusban, tehát 2014 júliusában, amikor még ugye a Ben Stork volt a sportigazgató. És először volt tehát feltett az MLS egy kiírást, az úgynevezett Coach Education, most ez nem mond szerintem senkinek semmit, coacheducation.hu weblapra egy olyan kiírást, hogy mi a kritériuma annak, hogy valaki mehessen erre az úgynevezett pro licences tanfolyamra, mármint a felvételire. És az a lényeg, hogy már a kiírás pillanatában érződött és láttuk, hogy egyébként ez mindig változik, tehát amikor még két évvel ezelőtt jelentkeztünk, teljesen más kritériumok alapján kellett, hogy lehetett menni. Az a Szalai Laci féle képzési rendszer volt? A Szalai László kitalálta, hogy hát ugye ő mindig azt mondja, hogy hát valahol van benne valami némi igazsága, hát hogy ugye nem, tehát nem jók a magyar edzők, és hogy még keményebben, még jobban kell szabályozni, és hogy tényleg csak a valóban rátermettek, és az elhivatottak, és a valóban tudással rendelkező edzők léphessenek be, úgymond most már tényleg Magyarországon, mint egy ilyen álmok kapujával, hogy ha valaki prolicenszes lehet, ez kicsit olyan Magyarországon, mint hogyha ez egy ilyen érdem keresztben lenne, vagy egy valami, tehát hogy csak akkor mehetsz oda, hogyha már hallottak róla, már nem tudom, nyert, vagy pályaedző voltál NB2-ben, mondjuk a Moson-Magyaróváron, bár igaz, hogy 17. a csapatod, vagy 20. de lényeg, hogy te már ott voltál, te már beléptél abba a kapuba, hogy mi az az NB2 pályaedzősködés. Tehát, hogy ez egy érdemrend lenne, és hát ez tényleg csak a kiváltságosoknak megtapasztaltuk a kiváltságosoknak a lehetősége. Oké. Bocsánat, egy picit fölbe szakítsalak. Tehát Isten igazából kicsit lerövidítem a dolgot. Tehát az MLS-nek, az MLS kritériumainak minden szempontból megfeleltek, ugyanúgy, mint egy volt válogatott labdarúgó, de mégis úgy érzitek, hogy hátrányban vagytok a felvételi eljárásnál, ugye, tehát körülbelül elővidítve ennyi lehet a... Nem teljesen, tehát kicsit azért árnyaltabb a történet, tehát az a lényeg, hogy az MLS kiír egy hírást, hogy csak mondok egy példát, hogy volt egy olyan sor, hogy két, tehát kettő, azaz kettő évig NB2-ben pályaedzőként, vagy NB1-ben pályaedzőként kellett volna, hogy tevékenykedjünk, és csak az mehet. Volt egy ilyen sor. És majd még volt egy olyan, hogy a kiemelt akadémiákon az U17-es és U19-es csapatoknál dolgozó edzők mehetnek. Tehát, hogy hoztak ilyen, tehát ilyen sorokat ott írtak, tehát volt egy olyan, hogy MLS alkalmazott. Most akkor ezt így azért, tehát így gondoljuk, hogy tehát MLS alkalmazott, azért ez elég tág fogalom. De van ott takarítón is. Ha MLS alkalmazott, akkor az mehet. Jó, nyilván csak egy olyan, akinek A-diplomája van, mert ugye azért tehát csak az UEFA A-diplomás edző mehet erre. Ez nagyon fontos, és az a lényeg, hogy mi utána néztünk, hát ugye jogászokkal, meg ezt már korábban is tudtuk, hogy ez egy diszkriminatív, ez az MLS adhok nem transzparens, tehát egy intranszparens írása, mert az úgynevezett UEFA konvencióban ez úgy szól, hogy az UEFA diploma megszerzését
követően egy évig kell neked edzőként tevékenykedned, nincsen szinthez kötve, tehát nyilván a megfelelő szinteden, az A-diplomával megfelelő szinten, és utána te, ha úgy érzed, akkor jelentkezhetsz az UEFA Pro licencre. Na most ők mindig gyártanak különböző kritériumokat. Az az igazság, hogy pont azt beszéltük, hát ugye ez nem csak a mi problémánk egyébként, csak mi vagyunk vágyanék, akik szólnak emiatt, tehát ez más kollégának a problémája is, akik természetesen itt a háttérből szurkolnak nekünk, ez kicsit ilyen magyaros, tehát nem állnak mellénk, mármint csak így, hogy tehát mondják, hogy igen, jó, csináljátok, nagyon jó, hát ez hihetetlen, amit megy már évek óta, tudjátok, hányunkat nem vettek föl, stb. Tehát így jön ez a duruzsolás, tehát ugye Magyarországról van szó, itt soha nem tudunk egymás mellé állni, főleg mi edzők. Csak egy pillanat, bocsánat, elnézést, hogy megszakítalak, csak kicsit sok bába közt elvész a gyerek. Itt már jönnek a kérdések, többek között az is, ami bennem is fölmerült, illetve a nézőinkben is, hogy miért kínlódtak ezzel a szerencsétlen MLS-szel, miért nem mentek el külföldre, nem tudjátok-e, tehát van-e lehetősége egy magyarnak, mit tudom én, Szlovákiában, vagy bármelyik másik országban elvégezni ezt a tanfolyamot? Jó, akkor én akkor mindig visszaszoktam kérdezni, hogy a Lőv Zsolt és a Dárdai Pál, ők miért Németországban csinálják meg, mert ők is így csinálták meg Magyarországon, pedig ők tényleg Németországban edzősködnek a mai napon is. Ez nem így működik, hanem ott ki kéne oda költöznöm, ott éveket ott kéne, hogy éljek, és akkor esetleg utána engem odaengednek, tehát ez mindig az ország, adott ország labdarúgó szövetsége írja ki. A másik, hogy mindig az adott ország nyelvén tartják, tehát én most, ha elmegyek Romániába, ott román nyelven fogják tartani, tehát én nem tudok románul, nem fogok azért megtanulni románul. Jó, csak mondjuk akkor Anglia vagy Németország, tehát akkor... De még nem volt olyan magyar edző, aki Angliába és Németországba elvégezte volna, miért nem lehet. Tehát mondom, tehát az neked ott kell élned, Angliába jó pár évet, tehát még ezt mondom, Dárdai is itthon csinálta meg, a Lőv is idejött, és nyilatkozta is a Lőv Zsolt, aki egyébként, hogy együtt voltunk a pótfelvételi, mert végül minket a pótfelvételire, csak kicsit most csapongunk, ugye odaengedtek, a Csányi Sándornak írt levelünk hatására, mert ugye mi egy levélben hát leírtuk, hogy ez egy diszkriminatív felvételi kiírás már nem először, és nekünk ugyanolyan értékű A-diplománk van, UEFA A-diplománk, mint azoknak a kollégáknak, akik most oda mehetnek, csak azért, mert mondjuk Moson-Magyaróváron éppen, tehát a, most bocsánat, de a haverja odahívta, mint vezetőedző, hogy gyere már, legyél a pályaedzőm, és tehát ennyivel van nagyobb előnybe hozzám képest, tehát hogy minket végül odaengedtek, és akkor majd kiderült, hogy igazunk van, tehát ezt értékelt a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy valóban, és ugye nagyon fontos, hogy mi például azért is harcoltunk, hogy a női labdarúgásban dolgozó edzőket is kizárták a kiírással, és ezt nagyon ügyesen feloldották, hogy nekem ezt a Marko Edina, a női szövetség kapitány mondta el, és én most én nem árulkodok, de én mondtam az Edinának, hogy én ezt el fogom mondani, és köszönöm neki, hogy ezt nekem elmondta, hogy őt a pótfelvétel előtt felhívták a Magyar Labdarúgó Szövetségből, ő nem szeretett volna menni a Pro licencre, neki nem volt szándékában, nekem legalábbis ezt mondta az Edina, hogy Edina, és hogy Edina, gyere már el a pótfelvételire, mert téged fölvennénk, mert hogy itt most arról megy a szó, hogy az MLS diszkriminatív felvételi kiírást tett, és nem csak az Edina, hanem a Sumi Dorottya, aki az U17-es női labdarúgó válogatottnak most a szövetségi edzője, ő is ott volt, és őt is fölvették. Tehát most két hölgy, történelmi dolog, két hölgy jelenleg ott van a Pro licencen, hát ez nekünk köszönhető kis túlzással, mert, és ezt mondta is az Edina, hogy ez nekünk, hát annak köszönhető, hogy egyáltalán őket fölhívták, ők ugye MLS alkalmazottak, tehát ez is egy érdekesség, csak úgy mondom, tehát, hogy nők is ott vannak, tehát hogy aki azt kérdezi, hogy a Wagnerik miért akarnak oda kerülni, akkor hát nyilván ők a női labdarúgásra sok mindent letettek, én ezt becsülöm, tisztelem, tehát én örülök is, hogy ott vannak. Tehát nekem nem az a problémám, hogy ők ott vannak, nekem mindig az a problémám, ha ők ott vannak, akkor a Wagner, általános a Wagner, aki 12 éve edzősködik, ugyanúgy a diplomás, NB1-es klubok, NB1-es utánpótlásban dolgoztak, amatőr felnőtt csapataik voltak, tanulunk. Mi miért nem kerülhetünk oda? Tehát Isten igazából akkor ezért akarjátok jogi útra terelni a dolgot? Mert a kérdések közben jönnek, hogy miért nem, tehát tulajdonképpen mi a konkrét oka, ami miatt perelitek az MLS-t? Vagy szeretnétek perelni? Most akkor én most Ádám vagyok, csak a hangunk hasonlít, tehát átveszem a szót, hogy a konkrét oka a pernek az a következő,
hogy maga a pótfelvételi eljárás során mi rengeteg diszkriminatív, illetve korrupt elemet véltünk felfedezni. Most én ezeket megpróbálom felsorolni. Nagyon fontos, hogy a tanfolyam megkezdése előtt létszámkorlátot az MLS nem tett fel az internetre. És ez egész egyszerűen azért van, mert Magyarországon mindig úgy működik az ilyen felvételi eljárásrend, hogy éppen hány csókosnak van szüksége diplomára. És én ezt most meg tudom erősíteni azért is, mert azt követően, hogy a interneten, ugye Index, Origo, különféle hírportálok kitették, hogy ki volt a felvett 24 fős hallgatói névsor, 8-an azonnal állást kaptak 3 napon belül MB2-ben, tehát például Vitelki Zoltán, Szanyó Károly, Bóér Gábor, most sorolhatnám még a neveket. Tehát úgy, hogy még nekik nem volt prolicenszük, csak elkezdtek a tanfolyamra járni, ugye? Tehát, hogy... Józsi, bocsánat, hogy megszakítalak, nekik most sincsen prolicenszük, tehát bocsánat, nekik alicenszük van. Na most ugye a magyar emberek, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség biztos, hogy bűncselekményt követel, elnézést, most erős szó, amit mondok, ugyanis ugye az NB1-ben és az NB2-ben UEFA prolicenszes végzettséggel lehet dolgozni, egyedül a Magyar Labdarúgó Szövetség az önkényesen szerintem egyébként a UEFA tagállamai közül az egyedüli szövetségként, aki azt mondja ki, hogy önmagában már az UEFA protanfolyamra történő felvételinek a sikerét követő első napon munkába állhat valaki az NB2-ben, de én most erre mondok egy példát, Kútor Attila például felvételt nyert erre a tanfolyamra, elnézést, azért mondok csak konkrét neveket, mert ő ugye most NB1-es állást kapott. De Kútor Attila jelenleg pontosan ugyanolyan UEFA diplomás edző, mint én, illetve még kb. 600 UEFA diplomás edző van Magyarországon, tehát mint a többi kollégáim. Kútor Attila jelenleg mondjuk 2 hónapja vagy 3 hónapja jár erre a tanfolyamra, mondjuk 5 alkalommal ott volt, de bocsánatok kérek, ő még megbukhat ennek a tanfolyamnak a végén, őről még kiderülhet, hogy NB1-re, vagy tehát, hogy UEFA prolicenszes szintre alkalmatlan edző, és mégis milliókat keres havonta. És NB1-ben dolgozik. Bocsánat, tehát én nekem versenyhátrányt okozott azzal a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy a Kútor Attila, tehát kiírta az Index, hogy Kútor Attila felvételt nyert az UEFA Pro tanfolyamra, innentől kezdve a Mezőkövesnek a tulajdonosa fölhívta a Kútor Attilát, hogy szia Attila, gyere, legyél az edzőnk. De most a Wagner Ádámot és a Gábort nem tudta felhívni a Mezőköves tulajdonosa, ha akarta volna se, mert a Wagner Ádám, Wagner Gábor a 24 fős létszámban nem fér bele. Na, tehát az első korrupság az a következő, hogy nem volt létszámkorlát megkérdezve, és végül 24 hallgatót vettek föl. Milyen érdekes, hogy a mi eredménysorunk pont a 27., 26., 28. hely környékén volt, tehát pont nem fértünk bele ugye ebbe a listába. Tehát pont a létszámkorlát alatt voltunk. A másik, és ez a legfontosabb dolog, Józsi. Sisa Tibor, Jörg Daniel, Ben Stork, Pári Sándor, ugye ezek a személyek azok, akik tulajdonképpen ott voltak a mi felvételünk alatt, bár csak 3 tagú volt állítólag a bizottság, de minket 4-en vizsgáztattak. Sisa Tibor többször hangsúlyozta a felvételi eljárás alatt, hogy kedves kollégák, senki ne kérdezze meg, hogy egy adott felvételi egységen, ami egyébként 4 részből állt, hogy ki milyen teljesítményt ér el, mert kedves kollégák, úgysem fogunk senkinek semmilyen tájékoztatást adni. Mi e-mailen egyetlen egy mondatot kaptunk, most már másodjára egy UEFA prolicenszes felvételét követően, hogy tisztelt Wagner Ádám, Wagner Gábor, sajnálattal értesítjük, de az MLS soron következő UEFA prolicenszes tanfolyamára nem nyert felvételt. Na most, mi amikor bementünk utána a Telkibe, az edzőképző központba, és megkérdeztük azt, hogy hát szeretnénk megtudni, hogy hol buktunk el, mi az, amiben nem teljesítettünk jól, kik pontoztak minket, milyen szempontrendszer alapján. Hogyha most netán 3-jára is lenne lelki erőnk, és nekifutnánk ennek a tanfolyamnak, és szeretnénk felvételizni rá, akkor milyen követelményeknek kell megfelelni? Honnan kell felkészülni? Miből kell tanulni? És hangsúlyozzuk, Józsi, hogy nekünk erre a Sisa Tibor megijedt, egyébként egy tanút viszünk magunkkal, tehát nem bíztuk a véletlenre, és a Sisa Tibor azt mondta, hogy Ádám Gábor, hát ezt most nem tudom önöknek prezentálni, nekünk ezt most 3 erőről össze kell vagdosni. És akkor én erre azt megkérdeztem a Sisa Tibortól, hogy áragudjon, hát kiirdették már a sajtóban az MLS-nek a hivatalos honlapján a 24 fős népsort, és nincs meg az eredmény. Nem lehet tudni azt, hogy Wagner Ádám, Wagner Gábor miért bukott meg, hogy Lőv Zsoltot miért vették fel, hogy Markó Edinát miért vették fel, nem lehet megtudni. És azt mondta, hogy nem. Na most mi bementünk
ugye Csányi Sándorhoz az OTP székház, tehát bementünk, hogy az OTP székház, írtunk egy hivatalos levelet, és érdekes módon az MLS vonatkezelési eljárásként iktatta az, hogy mi szeretjük volna kérni az eredménysor, hogy mi kimertük kérni. Tehát Magyarországon kimerni sem lehet kérni azt, hogy én miért buktam meg. Tehát ezt egy 30 napos panaszkezelési eljárásra rakták el, és ami a legmegdöbbentőbb, hogy 30 napot követően átküldtek nekünk egy olyan A4-es oldalt, amiből mi semmilyen következtetést nem tudunk levonni, mert nem adják a nevüket a vizsgabiztosok. Tehát nincs odaírva, hogy Sisa Tibor osztályozott le minket, Pári Sándor, nincs semmi indoklás írva, egyszerűen ilyen matematikai számítások vannak odaírva, ami még a laikusnak is látszik, egy utólag megszerkesztett. Én azt mondom, hogy bűnözés, és igazából mi most emiatt próbálunk perelni, hogy a következő UEFA prolicenses tanfolyamra automatikus felvételt nyerjünk azért, mert úgy érezzük, hogy diszkriminatív és korrupt elemeket tartalmazott a felvételi eljárás. Oké, azt van-e információtok azzal kapcsolatban, hogy évente mennyien végzik el ezt a tanfolyamot, mert tudom, 130 vagy 140 prolicenses edző van már most jelen pillanatban. Ezt nem évente végzik el, mert most Gábor vagyok újra, ezt nem évente szokták elvégezni, hanem ez olyan 2-3 évente indul. Én úgy vettem észre, hogy általában akkor szokott indulni, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetségben úgy érzik, hogy most már van pár olyan mondjuk szövetségedző az U17-es és U19-es korosztályos csapatoknál, aki még csak A-licences, de úgy lépeget előre, mint például most ugye Szélesi Zoltánnak kellett, hogy most már legyen prolicensze, mert eddig neki nem volt. Ugye most ő is hallgató, a 24 fő között ott van, mert ugye hogy nézett, hogy a beugró szövetségi kapitány A-licenszer rendelkezik, mondjuk a Dárda is így ugrott be, ezt azért ne felejtsük. Tehát ezek a papírok egyébként, tehát én most tényleg, én aki ugye most azért harcolunk, hogy meglegyen nekünk ez, ezek tényleg nem annyira fontosak, hát főleg Magyarországon, de viszont nagyon fontos, amit most mondok, hogy azért fontosak, mert ezek az úgynevezett működési engedélyek. Tehát ezt úgy fordítanám le a kedves hallgatónak, hogy megértsék, vagy a szurkolóknak, hogy én hiába mondom azt magamról, hogy vagy nem csak én magamról, hanem mondjuk ahogy Diósgyőrben dolgoztam, és ott azt mondta a vezetés, hogy tényleg mondjuk van bennünk valami, hát lépegethetünk följebb, tehát van bennünk valamit, látnak bennünk, hogy én jó vagyok, vagy ők is azt mondják, hogyha nekem nincs meg ez a prolicens, akkor én nem tudok működni. Tehát ez valami, hogy kimegyek a forgalomban, mondhatom, hogy én tudok vezetni, de hogyha nekem nincs meg a jogosítványom, hiába tudok vezetni, attól még nem mehetek a forgalomba. Értem. Ez azért kell, ez egy jogosítvány. Bocsánat, csak közben jön kérdés. Azt kérdezik, hogy akkor 2 évente, vagy amikor kiírják a tanfolyamot, megvan-e szabva a létszám, hogy hányan végzik ezt el? Úgy szokott működni, hogy általában mindig az aktuális ország NB1-es csapatainak számához mérik. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor 16 csapatos NB1 volt, akkor elvileg alapból olyan 16-ot vesznek föl, tehát ezt a szöveget mondják mindig a szövetségben, így az edzők felé. Viszont nagyon érdekes, hogy ez egyébként pont nem így van, mert amikor a Vicské Bertalan volt az edzőképzés, tehát a Bertő bácsi az edzőképzésnek a vezetője, akkor 27-es főt vettek fel, most nem tudom, hogy jött ki, tehát valamire 27 főt, és most legutóbb a Szalai László idején 12-t, ugye akkor már 12 csapatos volt az NB1, ugye abban volt a Salló István, tehát ilyen nevek voltak ugye abban a 12 főbe benne, és most pedig általában a sok jelentkező miatt a tanfolyam közbe mondták, tehát a tanfolyam közbe, tehát előtte nem tudtuk, hogy mennyire lesz a maximálisan felvető létszám, tehát így néztünk egymásra, akik ott vagyunk, hogy most akkor hányunkat veszik föl, vagy egyáltalán mi kell teljesíteni, vagy mit kell legyőzni, vagy van egy ponthatár, amit le kell győzni, vagy mosolyognom kell jobban, nem tudom, tehát, hogy mit kell csinálni azért, és végül 24-et vettek fel, hogy állítólag kértek az UEFA-tól, tehát egy ilyen szöveg volt, hogy kértek még 12 helyet, mert hogy annyi edző szeretne prolicenses lenni, kértek még 12 helyet. Na most itt az Ádám már mondta itt az előzőekben, tehát én azt gondolom, hogy itt volt egy olyan elem még, tehát minket a pótfelvételre engedtek oda, ahol egyébként a Lőv Zsolt volt, a Csumi Dorottya, Markó Edina, Schindler Szabolcs, a Gyirmót, NB3-os csapatának edzője, a korábbi labdarúgó, a Nagy László, ha jól mondom, igen, és talán a Fogarasi Zoltán, aki Diósgyőrre most az U19-es csapatnak az edzője, meg talán még a Lőv Zsolt mellett ült valaki, akit megmondom, hogy nem tudom, hogy mi, pedig az én legendárium vagyunk, tehát itt voltak olyan arcok is, és mi voltunk a pótfelvételén, és volt még egy olyan mondat, hogy Hanik Péter nem jött el valamiért, ugye
vezető azért nem tud hírmódon vezetőedző lenni, mert neki nincs meg. A ProLicense és nem is nyert fel, tehát a ProLicense ezért az ugye oda a Szepesi László. Tehát ugye csak így mondom, hogy mindig ügyeskednek itt a Magyarországon is nagyon sok edző, például a Kazincbarcikán is ez történt, ugye feljutatott NB3-ból egy edző egy csapatot NB2-be, de ő nem akart menni tovább ProLicense-re, neki nem volt meg, és akkor a Vitelki Zoltánt vitték oda, mert egyszerűen, tehát hiába jó valaki, még neki nem volt ez meg, most nem érezte úgy, hogy neki erre mondjuk van pénze, ja, mert nagyon fontos egyébként, tehát nagyon fontos, hogy most mondok, tehát hogy egyébként abszurd a mi helyzetünk, hát mi azért, gyakorlatilag mi azért akarunk pereskedni, hogy én tanulhassak azoktól, akikkel mi most perben vagyunk, és hogy én ezért még fizetek 1,5 millió forint plusz áfát, mert hogy ennyibe kerül ma Magyarországon egy ProLicense, tehát 1,5 millió forint plusz áfa, plusz ezen kívül egy hetet hospitálni kell egy nemzetközi kupában szereplő, vagy Európa Ligában, vagy Bajnokok Ligájában szereplő csapatnál, illetve egy hetet egy, a 12 M1-es csapat valamelyik csapatánál kell még hospitálni, de ennek a költségei, tehát az egy hét utazási költséget mindenhol azt is te állod. Tehát ez olyan durván olyan kijön 1,702 millió forint környékre. Tehát én fizetek azért, hogy tanulhassak, hogy majd utána működhessek. És ami nagyon fontos, mi a Isten igazából itt a kérdés jön, hogy mi a célotok ezzel? Tehát azon kívül, hogy megszerezzétek a ProLicense-et, gondolom ez valami precedens értékű dolog lenne, hogy valaki végre fölmer szólalni, mert én jelen pillanatban most így fejből tudnék három edzőt mondani, aki ugyanebben a cipőben van, mint ti. Most nem mondom a nevüket, mert nem akarom őket rossz helyzetbe hozni. Tehát ez a célotok elsősorban? Hogy precedens értéke legyen? Nem ez a célunk elsőlegesen, hogy precedenst teremtsünk, de azt teremtünk. Tehát ugye már azzal, hogy nőket fölvesznek ma Magyarországon UEFA ProLicense-es tanfolyamra, az bárki mondhatja, hogy a Wagner Ádám Gábor intézte el. Tehát ennek az országnak mi ennyit már biztosan segítettünk. Én azért is harcoltam, hogy az amatőr felnőtt labdarúgásban sokszoros bajnoki címeket szerző edzők mitől lennének tehetségtelenebbek. Mondok egy példát. Mondjuk a gázművek vezetőedzője, a Medger Tibor, aki már háromszor nyert megye első osztályba bajnokságot, ha jól tudom, feljutatott NB3-ba csapatot, a közelébe nem kerülhet az UEFA ProLicense-es diplomának, pedig tehetséges edző, de azért nem kerülhet a közelébe, mert nem hívják meg, majd mert a Szalai László éppen, aki vezető volt, kihozott egy olyan szabályt, hogy aki NB2-be pályaedző, az jelentkezhet a ProLicense-re. Hát jó, de lehet, hogy aki NB2-be pályaedző, az mit tudom, egy kiöregedő volt játékos, valakinek a haverja, és ezért mit tudom, hogy Siófokon kiöregszik, és akkor ott marad, mint pályaedző. Tehát nem a tehetség alapján jutnak előre ma Magyarországon az edzők, hanem mint minden más területen ebben az országban, a sógor, soma, útyi, bratyi rendszerrel. A célunk egyébként a következő. Ha én nekem UEFA Pro diplomám lenne, én ezt egy jackpot diplomának mondanám, én akkor a magyar labdarúgásban nem alkalmazotti szférában tudnék dolgozni, hanem vezetői szférában. És nagyon fontos, hogy akik minket szignak, hogy a Wagnerék most miért nem aktívak, miért nem dolgozunk, nagyon egyszerű. Én a magyar labdarúgásban dolgoztam Diósgyőrben, dolgoztam a Vasasnál, utánpótlásban, alkalmazotti szférában, sajnos azt, amit mondjuk elértünk már ugye egy játékosra, akinek direkt nem mondjuk a nevét, én alkalmazotti szférában nem tudtam megcsinálni csak amatőr egyesületnél, tehát én ha nekem ProLicense-es diplomám lenne, én vezetői státuszban tudnék hatni egy utánpótlásban folyó munkára, vagy egy felnőtt csapatnak az életére, adott esetben egy klubnak a működésére. Nagyon fontos, hogy nekünk a testnevelési egyetemen megszerzett, 4 évet jártunk oda, főiskolai sportmenedzseri diplománk is van. Tehát ez azt jelenti, hogy én adott esetben a Kovács Zoltán helyett lehetnék a Videótonnak a sportigazgatója is, és hogyha emellé társulna mondjuk egy UEFA ProLicense-es diploma, az azt jelenteni, hogy én bármelyik klubba vezető edzőnek is kinevezhetném akár önmagamat. És az is nagyon fontos. Igen? Bocsánat, csak közben itt jönnek a kérdések, az Emlédi Zoli kérdezi az Amíg Élekéntől, hogy nem féltek esetleg attól, hogy a pereskedés után kicsináljátok a magatokat? Tehát a karriereteknek annyi lesz? Ez egy jó kérdés volt, ezt nekünk mindig feltettik. Igen, ez egy nagyon érdekes reakciója az embereknek, hogy ha meghallják azt a szót, hogy ma Magyarországon bárki pereskedik, vagy perlekedik, ez egy még szebb szó, vagy pereskedik valakivel, akkor itt az a fekete segű, bocsánat, aki pereskedik. Tehát itt
pedig tulajdonképpen én a tüzet oltom. Tehát nem gyújtottam a tüzet, én a tüzet oltom, de mégis a tűzoltóra mondják azt, hogy hát ez miért oltja a tüzet. Tehát ez nagyon fontos, hogy mi nem pereskedni akarunk, hanem nincs más eszköz a kezünkbe, mi az igazunkért állunk ki, mi az igazunkért akarunk harcolni, mert mi úgy véljük és úgy látjuk, hogy most már nincs más út, mint hogy tehát mi nem akartunk a jogi pontokba belemenni, és most tényleg itt megnézni, hogy egyébként ez az egész UEFA képzés a magyar törvénynek abszolút nem felel meg. Ez egy hát akkor miért nem írtok az UEFA-nak? Ez egy magántanfolyama, ezek nem állam meg elismert diplomák. Innentől kezdve itt már nagyon sok jogi pont bejön, de mi ezt nem akartuk ilyen mélységet itt. Nem akartam ezt, tehát gyakorlatilag mi most, bocsánat, de most ez az MLS, nem tudom miért jó, mi most rávilágítottunk arra, hogy ez az egész egy illegitim rendszer. Most ez nem tudom, hogy ez miért jó nekik, hogy most ezt mi birizgáljuk. Én nem félek ettől, én tudom, hogy például mondok egy példát, hogy egy Budafok MB2-es meccsre kimentünk, most itt nem tudom, még tavaly, lelátom, ültünk, hátra fordul egy ember, akit egyébként én annyira nem ismerek, az ikertestvéremet ismerte, és akkor mond egy ilyen kis elszólása volt, hogy mi egy házára az Elbert Gábornak beajánlottalak titeket, hogy a Magyarországon minden sajnos így működik, az a kinek ki ajánlja be, kinek ki az ismerőse, amit egyébként én nagyon nem kedvelek, és az lenne, hogy azt mondta neki az Elbert Gábor, persze ez most lehet egy mende mondat, de hát miért hazudott volna az ember, aki hátra fordult, hogy hát a Wagner Ádám és a Gábor azt mondtam, hogy egyébként nagyon jó edzők, szakmailag nagyon jó, mindenki ezt mondja róluk, de hogy én alkalmaznám őket, akkor az MLS, minket kicsinál, nem kapunk TAO-t. Ugye itt az a baj, hogy a mai futballban, de most én nem szerettem volna, és nem is fogok politikát belevinni most ebbe a beszélgetésbe, én nagyon szeretném magam távol tartani, persze nem tudjuk, mert most már a magyar labdarúgásban annyira benne van a politika, hogy ezt nem lehet távol tartani magadat ettől, de én mindig is ettől ódkodtam, és én engem nem, tehát én egy labdarúgó edzőnek tartom magamat, én egy sportember tartom magamat, és én nem szeretek így ebbe belemenni, de nyilvánvaló, hogy tehát ugye hát központosítva lett a labdarúgás, Habzsi Dőzsi van a magyar futballban, soha ennyi pénz nem volt, a TAO milliók, milliárdok révén mindenki nagyon jól él most a magyar futballból, de tényleg most már az utánpótlás edzők is, nagyon sok főállású edző van, jó van az átlagkereset, a magyar átlagkereset felett keresnek, az NB1-es kluboknál az utánpótlás edzők, hát ugye ezt én is tudom, mivel dolgoztunk ilyen helyen, és most nem azért panaszkodunk sokan aztán, hogy mi most nem vagyunk benne a körbe, mi akkor is panaszkodtunk, amikor benne voltunk a körben, ezt azért gondolom, aki ismer minket, ezt tudja, mi egyébként mindig azért panaszkodtunk, hogy azt gondoljuk, hogy a magyar labdarúgás nem jó, és hogyha ha nem jó, akkor valamit másképp kell csinálni. De egy pillanatot várjatok. Igen, mi nem azok vagyunk, akik... Hát, aki bólogatunk. Egy pillanatot váltok. Ugye miért nem fordultatok az MLS felettes szervéhez, az UEFA-hoz vagy a FIFA-hoz, még mielőtt jogorvoslati kérelemmel fordultatok volna a bírósághoz? Nem volt erre lehetőség? Vagy ez nem járható út? Na most akkor egy időrendi dolgot mondanék. Gerner Zoltán, aki a Magyar Labdarúgó Szövetség adminisztráció vezetője volt, de már nincs az MLS alkalmazásában, ezt most tudtuk meg pár nappal ezelőtt, amikor bementünk. Gerner Zoltán volt az, aki végig tartotta velünk a kapcsolatot, amikor mi először csak e-mailt írtunk az MLS-nek, hogy jelentkeztünk a prolicenses felvételire, de nem akarnak minket odaengedni. Aztán leírtuk az életrajzunkat, hogy minket miért engedjenek oda. És akkor a Gertner Zoltán volt az, aki megpróbált itt tüzet oltani, aki mondta azt, hogy nem kell ez a pereskedés, hogy írjunk a Jörg Danielnek, ugye az a német úriember, aki jelenleg most vezeti a magyarországi edzőképzést, írjunk, azt mondta, egy nem ilyen benyalós, de egy ilyen tiszteletteljes levelet, hogy mi... ambiciózus, lelkes, fiatal edzők vagyunk, kineveltünk ilyen-olyan játékos, dolgoztunk itt megyegyben, bla 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 bla, és azt mondjuk, próbáljuk meg ezt szépen elérni. Mi így tettünk. Aztán kaptunk egy e-mailt, hogy menjünk el a pótfelvételi eljárásra. Mi elmentünk a pótfelvételi eljárásra. Mi végig csináltuk a pótfelvételi eljárást. Józsi, én úgy érzem, hogy életem egyik legjobb teljesítményét nyújtottam a pótfelvételi eljáráson. Ez négy részből állt, volt egy e-learning test, elmélet, volt 2000 méteres futás, volt egy gyakorlati edzésvezetés, a Gábor a Girmóz MB3-as felnőtt csapatának tartotta, én a Soroksár U19-es csapatának, és volt egy szakmai beszélgetés. Na most a szakmai beszélgetésen ott volt Bernstorff, ugye akkor is sportigazgatónak, a
személyi asszisztensnője, aki minden mondatunkat jegyzetelte, minden szavunkat jegyzetelte. És érdekes módon Ben Stork kizárólag a mi edzéstartásunkra kijött az irodájából a pályára, és Ben Stork végignézte a mi edzéstartásunkat, majd mind a kettőnket külön hívott, és külön elkezdtünk vele hát, angolul kommunikálni, ahol ilyeneket kérdezett tőlünk, hogy Ádám Gábor, de miért annyira fontos nektek ez a diploma? Van esetleg olyan állás, amit ennek megszerzésével most ez attól nagyon fontos, betudnátok, vagy hát ugye magától, tehát angolba ugye nem lehet, de tehát hogy betudná tölteni, hogy miért annyira fontos ez önnek. Meg azt is mondta, hogy önök ketten vannak, de kettejük számára nem biztos, hogy tudunk helyet biztosítani, lehet, hogy csak az egyik őjüket vettük fel. Mondtuk, hogy ez természetes, hát most ők arról nem tettnek, hogy mi ikrek vagyunk. Utána ugye elkezdett kérdezősködni ugye arról a játékosról, akivel mi szakmai kapcsolatban állunk, ugye a magyar válogatott játékosról, ott megegyeztünk abban, hogy én átküldöm neki a szakmai jelentéseket, mert ugye mi most ennek a játékosnak dolgozunk, tehát ugye az ő mérkőzéseit, amikor játszik, akkor elemezzük, és utána, amikor véget ért ez az eljárás, még egyszer odahívott minket a Ben Stork, és mi ezt nagyon diszkriminatívnak éreztük, hogy a füves focipálya mellé Róth Antal, aki nem tudjuk, hogy miért volt jelen, Ben Stork, Pári Sándor, Sisa Tibor és Jörg Daniel öten, úgymond szembesítettek minket, komolyan, mint hogyha így a szemünkben világítottak volna egy lámpát, hogy mi hogy képzeljük azt, hogy ide jöttünk, és mondta a Ben Stork, hogy hát tudja, hogy már nem először vagyunk itt, és azt mondta, hogy tehát minden tud rólunk, minden információnak utána nézett, pontosan tudja a mi múltunkat, de még egyszer azt mondja, hogy van-e konkrét állásajánlat. És akkor én erre azt mondtam, hogy nekem a legkonkrétabb állásajánlatom eddig az volt, hogy a Diós Györgynek a legfelső vezetése, a klubtulajdonos Reiszinger Tamás egyetértésével nekem a Salgótarjáni BTC sportigazgatói pozícióját felajánlotta. Egyiket a Salgótarján ugye MD3-as akkor még megye-egyes klub volt. És mondtam, hogy de nincsen éppen MD2-es, de nincs összefüggés. Tehát én mondtam a Ben Storknak, lehet, hogy ezt a mondatot nem kellett volna mondanom, hogy én Magyarország legjobb edzője szeretnék lenni, Dárdai Pál riválisa. Most ezen nevettek, hát Ben Stork annyira nem nevetett. De én azt gondolom, hogy én nekem azt kellett mondanom, amit gondolok. Én azt mondtam, hogyha önök úgy látják, hogy a mi felvételi eredményünk jó, akkor a felvételi alapján minket illene felvenniük, már csak azért is, mert most attól, hogy valaki Lőv Zsolt, adott esetben még lehet, hogy gyengébb edzést tart, vagy például a Lisztes Krisztián nevét is ugye aztán már mondtuk, vagy éppensége vannak olyan emelet alkalmazottak, mint például a Sárközi István, aki egy emelet instruktor, egy pszichológiát tanít a tanfolyamokon. Ő például ma Magyarországon prolicenszes edző lett. Meg újságíró is van, azt hiszem. Talán egy újságíró is van, aki prolicenszes edző lett. Azt hiszem. Hát most nem tudom, hogyha mondasz konkrét nevet, akkor lehet, hogy beugrik. Most nem akarok mondani. Konkrétan tudom ki, csak nem akarok nevet mondani. De én mondok konkrét neveket, mert a Wagnerékre mindig azt mondják ránk, hogy mi annyira konkrétak vagyunk, hogy az már fáj, de én ezen mindig nevetni szoktam, hogy én nem értem, hogyha a Sárközi István MLS instruktornak, aki hát ha már így ugye a nemi terv méregetések mennek, ő nem nevelt ki még annyi játékos a magyar futballnak, mint én, akkor ő milyen, ő nem volt edző, nem volt amatőr felnőtt csapatnál edző, akkor ő milyen jogalapon lehet edző. De én mondtam a Sallói István nevét, aki a Szalai Lászlónál végzett, annál a Szalai Lászlónál, aki mindig arra hivatkozott, hogy ő kifehéríti ezt az edzőképzést. Aztán pont a Szalai Lászlónál végzett az a Sallói István, akiről mindenki tudja, hogy kizárólag azért volt Magyarországon edző, mert az Árdai Pálnak a barátja, de a Sallói István nemhogy 12-13 évig nem volt edző, mint én, hanem körülbelül egy ilyen ellenfeleket térképezett fel, vagy maximum ilyen sportmenedzseri tevékenységet, meg szakértői tevékenységet folytatott élete során, és ez azért nagyon fájó nekem, mert a Sallói István életében a prolicenszre nincsen szüksége. Nekem Wagner Ádámnak, aki a zöld jeten, a zöld szűgön készítettem föl a játékosokat, nekem szükségem lenne erre a papírra. De Palló Istvánnak pedig van ilyen diplomája. És amikor mi ezeket a Wagnerék úgymond ugye a hatalom ellen ezeket a vélt vagy valós igazságainkat megpróbáljuk ugye kimondani, és úgymond ütjük a falat, hogy ez teljesen diszkriminatív, korrupt és igazságtalan rendszer, akkor mindig azt mondják, hogy hát nektek nincs jövőtök,
hogy hát ki az, aki ezek után titeket alkalmazna. És akkor én ezt úgy szoktam lezárni, hogy nagyon egyszerű, én két módon kerülhetek ma Magyarországon olyan pozícióba, amiben szeretnék. Ha multimilliómos leszek, úgy, mint mondjuk egy George S. Hemingway, aki nem ért a futballhoz, mégis tulajdonos. Ezt ő mondja is. Ezt ő mondja magáról, tehát ezt nem én mondtam róla. Tehát ez az egyik út. A másik út, hogyha a prolicenszer diplomám van, és alapítok egy kis egyesületet, vagy megveszek egy megyei csapatnak egy jogát, és felvittem azt a csapatot mondjuk MB3-ig, MB2-ig, és akkor onnantól kezdve már a tehetségem, kapcsolatrendszerem dönt. Jó, akkor meg kell, hogy szakítsanak meneteket egy kicsit. Jön kérdés, hogy a Diósgyőrből miért jöttetek el? Isten, igazából összefoglaltam a kérdések tömkelegét ezzel kapcsolatban. Jó, most én a Gábor vagyok, én fogok válaszolni. Ugye minket a Bene Ferenc keresett meg, amikor Diósgyőrre mentünk. A Bene Ferivel itt Budapesten leültünk, ő mondta, hogy rólunk hallott, és UEFA diplomás edzőket keresett Diósgyőrbe. És akkor mi ugye az U16-os csapathoz oda kerültünk, mármint a Wagner Ádám volt az U16-os csapat vezetőedzője, és én segítettem az Ádám munkáját, és mondták, hogy még egy csapatot kéne vállalni, mondtuk, hogy na jó, akkor vállalunk mondjuk egy kis korosztályt, és akkor az U9-es csapatot megkaptam én, mint Gábor vezetőedző, és ott az Ádám segített be nekem, illetve még két kolléga, mert ott olyan nagy volt a létszám. És azt mondják, hogy hát ott voltunk Diósgyőrben, elég ugye jól indult ott a történet, mert dolgoztunk ugye egy olyan 3 hónapja vagy 4 hónapja már az U16-os csapattal, és ugye akkor volt egy ilyen nemzetközi torna pont Bolognában, ahol ugye ott volt a Bologna, az Inter és az AC Milan, és ugye sikerült ezt a tornát megnyerni, talán a diósgyőri turkok erre emlékeznek, tehát ugye az U16-os korosztályról volt szó, hát a legerősebb Bologna, legerősebb Inter, legerősebb Milan volt ott. Mi erre nagyon büszkék vagyunk, mint utánpótlás edzők, mert hát azért ez egy jó dolog. És az a lényeg, hogy utána az Ádámot megkereste egy megye egyes, hát Budapest bajnokság első számot, ebből felnőtt csapat, ez volt a Bolyás, a tulajdonos. Nagyon szerette volna, tehát többször telefonált, írt az Ádámnak, hogy ő legyen ennek a felnőtt csapatnak az edző itt Budapesten, és az Ádám, mivel felnőtt csapat is, hát most ezt nem minden edző mondja ki, de nekünk edzőknek is úgy, hogy a játékosok, mert nekünk is vannak ambícióink, csak valaki ezt kimondja, valaki nem. Tehát valaki ilyen, bocsánat, de sunyi módon kerül oda, hogy végül azt látjuk, hogy hoppá, már szövetségi kapitány lett, de sehol, tehát ez úgy tűnik, hogy nem akarna az lenni, de végül az lett. Tehát itt, ugye, tehát ilyen azért jó néhány volt Magyarországon, ilyen történet. Mi ezt kimondjuk, hogy természetesen mi minimum a magyar NB1-be szeretnénk edzők lenni, és ez egy nagyon szép terv. És az Ádám, mivel felnőtt csapat hívta, ezért ment. Én meg akkor mondtam Diósgyőrön, hogy én még maradnék itt, mert szeretném azért befejezni normálisan a szezont, és akkor én vettem át az U16-os csapatot is, és aztán őszinte leszek. Nekem egy családi oka is volt, utána, hogy én eljöttem Diósgyőrből, illetve egy ilyen személyes problémám volt, emellett pedig azért hozzáteszem, és azt én elmondtam Diósgyőrbe az akkori sportigazgatónak, és az Árki Gábornak, meg a vezetőknek, amikor behívtak, amikor eljöttem, hogy tehát mindig kérdezgették, mert tudták, hogy milyen, kicsit ilyen, tehát hogy Tóki mondó, ugye utálom ezt a szót, de ránk mindig ezt mondják, pedig mi nem Tóki mondók vagyunk, hanem csak azt mondjuk, amit gondolunk, és nem mi másolunk. Tehát miért mondanék más? Tehát én hiszek ebben az egyenes kommunikációban továbbra is, és mondtam nekik, hogy az nekem nem tetszik, hogy hát mi egy évig dolgoztatunk egy csapattal Diósgyőrben, tehát az U16-os csapatot végre rendbe raktuk egy év alatt, tehát nyilván a Bene Ferenc útmutatása alapján, tehát ugye mi maximálisan próbáltunk megfelelni a Bene Ferinek az elképzelésének, amit én szeretett volna megvalósítani, és akkor egyszer csak hát le kell adni mind a két. Tehát az U9-et is fel kellett adnom, az U16-ot is, utána átkerült ugye egy másik kollégához az a csapat, és hiába dolgozunk egy klubban, azért itt a kollégáknak más felfogása volt a labdarúgásról. Nekem nem tetszett, hogy homlokegyenes más játszik a csapat, miután leadtuk, és nekem ezek nem tetszenek, és én hosszú távon, mi lehet, hogy ilyen erős személyiségek vagyunk, és tényleg, vagy van egy ilyen temperamentum, hogy nem tudom, én ezt nem tudom elfogadni, tehát hogy dolgozunk, összerakunk valamit, és akkor most nem tudtam, hogy most akkor mi nem értünk a focihoz, vagy a másik kollégám nem ért. Szerinted a játékosoknak se, hogy mindig más csinálnak. Nem lett volna meg a lehetőség az előrelépésre? Tehát, hogy azért mégiscsak egy NB1-es klubról beszélünk. Nem, Diósgyőrben nem, tehát én most is egyenes leszek, tehát azért, hogy mondjam, tehát amikor mi oda kerültünk, pont beszéltük itt ismerősökkel,
mi kvázi a legmagasabb szintre kerültünk Diósgyőrbe, az U16-os csapathoz, hiszen úgymond volt egy ilyen, hát egy ilyen, informális, tehát egy olyan sorrend, ami Diósgyőrbe, ami a múltnak és a, hogy ott dolgoznak évtizedek óta köszönhető, hogy a Kriston Ispának egyébként most ott van a ProLicenses felvételin ő is, ugye aki volt a Vitelki Zoltán mellett pályázva, amikor a Vitelki beugrott ugye Diósgyőrbe, mint vezetőedző, tehát hogy volt a rangsorba előttünk olyan a Kriston István, aki az U17-es csapatedző volt, a Vitelki Zoli, aki az U19-nek, tehát hogy itt előbb, ez természetes, még én is éreztem, hogy itt nem a Wagner fog megkapni, tehát nem a Wagner fog följebb lépni, hanem mindig a Kriston István és a Vitelki Zoli fog előbb följebb lépni, mint mi. De ez természetes, tehát a Zoli egy ikon Diósgyőrbe, egyébként egy nagyon jó edzőről van szó, ő tényleg az, a Vitelki Zoli, nagyon tehetségesnek tartom, nagyon várom, hogy komolyabb feladatot is kapjon, tehát akár Diósgyőrben, mint vezetőedző, persze most ott jó az edző, tehát ezt nem a Bodo Tamás személy ellen mondom, de szóval az a lényeg, hogy érzékeltük, hogy mi szerintem a legmagasabb, tehát mondjuk szerintem egy 4-5 évig, hogyha még ott az aktuális U16-ot vittük volna, akkor mivel a Zoli mondjuk oda kerülne a felnőtt csapathoz, akkor esetleg az U17-et már vihetjük. Nem, ez nem így működik, én ezt már rájöttem erre, a Magyarországon ez nem így működik, ez úgy működik, hogyha Zsorzsa személyvének kifadtan a fejéből, hogy én az MB3-as csapat élére, én a Wagneréket akarom, akkor feltárcsát, és oda visz. Tehát ez egyik föntről könyv berakni a téged. Itt az, hogy valaki lépeget ranglétrán, ezt felejtjük el. Tehát ez egy nagyon szép dolog, ilyen nincsen. Mert itt nagyon sok edzőnek semmi ranglétrája nem volt, hanem egyből ott találta magát fölül. Tehát én például, hát a Szélesi Zoltán is, hát ő soha nem volt edző korábban, ő egyből korosztályos válogatottakat kapott. Tudom, hogy labdarúgó volt, de én azért ezt is a turkolónak szeretném azért elmondani. Tehát én azt mondom, hogy most akkor először említem ezt a játékost, pont a Nagy Ádival beszéltük múlt héten, még ezen mosolygott is, mondtam neki, hogy Nagy Ádi, hogyha holnap te abba akarod hagyni a focit, hogy valamiért abba hagyod, és te azt mondod, hogy te ezt szeretnél lenni, 100%-on neked hamarabb meg ezt a ProLicenset, mint nekem, holott te biztos, hogy nem tudna edzést tartani, és ő is mondta, hogy persze, hogy nem tudnék, hiába vagyok én ott a Bologna edzésén. Tehát teljesen más labdarúgónak lenni, és abba a szerepkörbe lenni. Hogy mondok egy másik példát, a Gázmegyén, akik a Rósa Dénes, tehát a Rósa Dini volt egy rövid ideig, hát a játékos edző, vagy pályaedző, tehát ugye játszott ott nálunk rövid ideig, és akkor mondtam egyszer a Dénesnek, hogy ő általában UEFA B-licences edző, mondtam a Dénesnek, hogy Dénes most általában te is szeretnél edzősködni, tehát gondolkodott ezen, akkor most átadnánk neked a csapatot, nyugodtan tarts meg a bemelegítést, meg az edzés további részét, és akkor mondta, hogy Ádám Gábor, dehogy, én ezt nem tudok, és akkor mondtam, hogy Dénes, de hát te Angliában játszottál, Ferencváros, hát töm edzése, tömkelege, de hát teljesen más, most tudom, hova kell állni. Tehát, de nem azért, mert a Dénes buta, én értettem, hanem azért, mert hát neki nincs ez meg benne. És egyszerűen azt kell megérteni, hogy ez egy szakma. Hát ez egy tanulható szakma, nyilvánvaló, hogy aki labdarúgó volt, annak van annyi előnye, hogy nem tudom, de mindig gondolkodtam, hogy de most tényleg gondoljunk bele, hogy most nyilván a Szélesnek annyi előnye van velem szemben, hogy ő mondjuk nagyon sok mérkőzést játszott magas szinten. Tudom, volt a bizonyos öltözőben a profi labdarúgók között, és akkor esetleg annak a csoportnak, hogy hogyan alakult egy csoport, tehát mint egy csapat is egy csoport, pszichológiai szempontból, hogy ki a hangadó, ki az, aki a legtöbbet keresi, akkor az hogy viselkedik, ahhoz, hogy viszonyulnak a játékosok. Tehát én ezt értem, hogy ennyi előnyük lehet. De egyébként a világon számos példa van rá. Most nem akarom mondani, hogy a világ egy legnagyobb edzője, a Mourinho sem volt nagy labdarúgó, vagy a Rafa Benitez, vagy mondjuk van egy, amikor a korunkkal jönnek, hát a Nagelsmann nálunk fiatalabb, és ő már a Bundesliga-ban már mióta edző. Okay. Oké. Közben itt valamilyen szinten azért köt minket az idő is. Azon a kérdés, hogy mit vártok el, mi lehet a per kimenetele, mivel lennétek elégedettek, és van-e szerintetek reális esélye annak, hogy megnyeritek? Na most én azt gondolom, hogy ugye eddig kettő ügyvéd foglalkozott a mi ügyünkkel. Igazság szerint ugye most a fővárosi törvényszékhez benyújtott, igazából ugye ez egy személyiségi jogi perként beadott keresetlevél volt, ugye azt tárgyalás nélkül visszadobta ugye a fővárosi törvényszék. Na most vagy valami hibát követett el az ügyvédünk, vagy itt olyan politikai beleszólások vannak ebben az ügyben, hogy már eleve a bíróságig se tudunk eljutni, mert hogyha a bíróságig el tudnánk jutni, akkor ott viszont tényleg lehet, hogy olyan dolgokba tenyerelnénk bele,
ami már-már ugye a bűncselekmények kategóriáját súrolja, és ezért elképzelhető, hogy visszadották a mi ügyünket. De mi nem adjuk fel, viszont nem érdekel, viszont minket nem nagyon érdekel ez, mert tehát nekünk semmilyen olyan rossz, de nekünk nincsen rossz szándékunk, én ezt érzem. Én nem akarom az MLS-t ugye anyagi kárba vinni semmit, nem akarunk, mi egy dolgot akarunk tanulni, és ennek a diplomának a birtokában lenni, hogy utána én még Nagy Ádámokat, meg egyéb játékosokat, még annál is jobb játékosokat a magyar futball számára tudjak prezentálni és adni. Tehát mi ezt szeretnénk elérni, és most keresünk egy olyan ügyvédet, aki miután átrágja magát ezen az ügyön, egy érvényes keresetlevelet tud benyújtani. De ezen kívül tettünk egy másik úgymond gesztust, hogy bent voltunk ugye az MLS székházban, ugye Vági Márton úr titkárnőjénél, és Csányi Sándor úrnak bevittünk az OTP székházba már egy második levelet, és azt ígérték, hogy valóban el fog jutni most már az elnök úrhoz a levelünk. Szeretnénk, mi Csányi Sándortól kértünk egy személyes beszélgetésre egy időpontot, ahol felzárnánk neki az edzőképzésben mutatkozó anomáliákat, és azt szeretnénk elérni, hogy egyszer is mindenkorra az amatőr labdarúgásban dolgozó tehetséges edzők, a női edzők, a professzionális szintre készülő edzők a tehetségük és a tudás szintjüknek megfelelően kerülhessenek az UEFA Pro licences felvételihez, és el szeretnénk azt kérni Csányi Sándornak, hogy értse meg, hogy mi szeretnénk segíteni a magyar futballon, mi szeretnénk még Nagy Ádámokat, még pénzt, még milliókat, még imást termelni a magyar labdarúgásnak, hogy a következő protanfolyamra, hogyha én már erre harmadszorra jelentkezem, sőt, igazából én már negyedszerre, hogy akkor egy automatikus felvételt nyerhessünk, mert a következő két év alatt én nekem maximum az erkölcsi bizonyítványomban állhat a változás, hogy a bűncselekményt követek el, esetleg a 2000 métert nem fogom tudni lefutni, ha lebénulok, vagy beteg leszek, de nem hiszem, hogy az agyam, a tudásszintem és a teljesítményem az változni fog. Tehát mi most egy békés utat is próbálunk úgymond beszélgetni a legfelsőbb vezetéssel, hogy értsék meg a helyzetünket, hogy mi nem háborúzni akarunk, hanem tanulni, de mivel nem nagyon akarnak velünk kommunikálni, ezért azt mondtuk, hogy a következő lépés az lehet, hogy a nemzetközi szint lesz az UEFA, hogyha itt Magyarországon nem fogunk találni egy olyan jogát, aki érvényes keresetet tud benyújtani a fővárosi törvényszékhez, vagy az illetékes szervez, ahol ebben az ügyben mi pert tudnánk nyerni. Oké, na akkor srácok, el kell köszönjek tőletek. Mindenféleképpen fogunk keresni benneteket a folytatás miatt. Úgyhogy én csak annyit tudok mondani, hogy sok sikert kívánok nektek. Most azért amennyi időnk maradt, még azért megpróbáljuk ezt kibeszélni szurkolói szempontból. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltatok. Köszönjük, sziasztok. Sziasztok.